Sziasztok, Hering András vagyok, a NoSalty főszerkesztője. Elérkeztünk a Sószóró, a NoSalty gasztro tehetségkutatójának döntőjéhez, amiben 6 versenyző jutott be. A döntős feladatuk során egy borítékot kell húzniuk, amelyen 3 alapanyag szerepel, ezt a 3 alapanyagot pedig a főzés során kötelezően fel kell használniuk. Át is adom a szót és a konyhát a versenyzőnek. Sziasztok, Horváth Anna vagyok, táplálkozási tanácsadó, aki nagyon szeret főzni. Ezzel a versennyel az volt a célom, hogy egy kicsit kilépjek a komfortzónámból, és megnézem, hogy egy versenyhelyzetben hogyan tudok teljesíteni, úgyhogy remélem, hogy jól fog sikerülni, és tartsatok velem! A 3 kötelező összetevőm a csirkemell, a camembert sajt és az alma. Most kivontom a batyut, amit kaptam, ebbe vannak a hozzávalók. Alma. Camembert. Egyébként camemberttel még soha nem főztem, de valamit biztosan kitalálok. És itt van a csirkemell. Ma egy szalonnával és camemberrel töltött csirkemellet fogok elkészíteni. Almás, zelleres, majonézes krumpli salátával, amihez első körben felteszem a krumplit és a tojást főni. Amíg főnek a hozzávalók, addig megtisztítom a csirkét. Ezt a csirkét most ilyen pillangóvágás technikával fogom bevágni. Szeretem így tölteni a csirkét, szerintem ez az egyik legegyszerűbb módja. Számomra a kiegyensúlyozott táplálkozás azt jelenti, hogy mindent ehetek, amit csak szeretnék, de nagyon gyakran választom azokat az opciókat, amik támogatják a céljaimat. De ugye ez minden embernél más. Én rendszeresen edzek, mozgok, úgyhogy én szeretek fehérjedúsan étkezni, a csirke pedig erre egyébként egy nagyon-nagyon jó opció. Felezett csirkemelleket befűszerezem, ehhez használok paprikát, fokhagymagranulátumot, sót és borsot. A töltelékhez pedig használok mascarpone-t, ettől lesz krémes. Ehhez adok szalonnát, amit lepirítok, lilahagymát és egy kecskesajtot, egy ilyen lyuk kecskesajt keveréket. A végén pedig szeletelek rá camembert. Már kiskorom óta főzök, mert a szüleim nagyon keveset voltak otthon, és igazából magamtól megtanultam főzni egyébként, anyukám is nagyon sokat segített, de leginkább magamtól tanultam meg. A munkámnak egyébként nem része a főzés. A táplálkozási tanácsadóként recepteket írok, azért kell értenem a főzéshez, de alapjáraton nem hasznosítom nagyon másképpen ezt a tudást. Ugye van egy saját TikTok csatornám, ahol viszont főzős videókat töltök fel. Én szakmámból adódóan is és alapjáraton is szeretnék segíteni az embereknek, ez mindig is célom volt. És sokáig nem tudtam, hogy ezt milyen formában fogom kivitelezni, de amint rájöttem, hogy el akarok kezdeni foglalkozni a főzéssel, átgondoltam, hogy mi lehet az a terület, ami az embereknek ilyen szempontból is segíteni tudna. Végül a TikTok csatornámnak Főzünk Olcsó lett a neve, és költségvetéseket csinálok a receptek mellé, és annyira tetszett az embereknek, nem is gondoltam volna egyébként, hogy ilyen nagy támogatás fog érni, hogy azóta is erről szólnak a videóim, hogy minél olcsóbb, minél egyszerűbb recepteket készítsek, amik általában az egészségünket is szolgálják. A csirkemellekre először serpenyőben kérget pirítok, majd 190 fokon készre sütöm őket, közben pedig összeállítom a salátát.
Elkészült az étel, szerintem jól sikerült, a zeller és az almaj nagyon különleges ízvilágot ad a salátának. Próbáljátok ki ti is, sziasztok!